Átépítés miatt lezárták a csónakázótól nyugati oldalán található vasúti átjárót. A lezárás október 12-től 14-ig tart. A munkálatok célja, hogy megkönnyítse a későbbiekben az arra közlekedő túrázóknak, horgászoknak és kajakosoknak a közlekedést. Ezen időszak alatt a tavat a keleti oldalon a nagy parkoló irányából lehet megközelíteni. Biber Anettől, a MÁV sajtószóvivőjétől megtudtuk, a MÁV Nagykanizsán a Csónakház sétányon található vasúti átjáró átépítési munkáit végzi el holnaptól péntekig. A munka folyamat ideje alatt a vasúti átjáró teljes szélességében lezárják, a kerülőutat táblák jelzik. A következő napokban a megjelölt közúti-vasúti utátjáró előregyártott elemeinek kiemelésére, a gépi szabályozást és ágyazatcserét követően pedig új, strail elemek visszaépítésére kerül sor. A fent megjelölt időszakban három nap időtartamra a közúti vasúti átjáró teljes szélességében lezárják. A MÁV saját forrásból építi az átjárót, amelynek összege közel 20 millió forint. Az önkormányzat a lezárásról mindenkit, aki esetleg érintett lehet gépjárműforgalomban értesített, köztük a helyi Kajakkenu Egyesület is, amelynek tulajdonában van a szakaszon található csónakház.